Ha nem libeg eléggé, meg az se szétborzolódik. Ezért aztán a ujjacskáimmal mindig karban kell tartanom. Tapsolt! Te amúgy egyébként jól érzed magad? Őszintét is mondhatok. Hát persze, ez egy őszinte műsor. Hiányérzetem van egy kicsit, mert nagyon fáj, hogy ezt a hiányérzetet ti okoztátok nekem. Jaj, és mivel? Az a helyzet, hogy csak engem egyedül hívtatok meg, és a gidácskáimat meg nem. Én nem szeretem, ha a gidácskáim nincsenek itt mellettem. Gidák nélkül olyan izé vagyok. Na, milyen, hogy mondják? Na, milyen? Na, hát azon vagyok, hogy beugorjon a szó, amit keresek, hogy milyen vagyok a gidák nélkül. Olyan gidátlan, nem? Ördögöd van, fiú. Gidátlan vagyok, és ez nekem borzasztó. Jó, de hát most, amikor nem énekelsz, mit csinálnának itt melletted a gidák? Vonaglanának ők is. Tudod, az én vonaglásom, meg az övék az egy összehangolt egység. Sokkal teljesebb a kép, mintha csak én, mint egy hülye egyedül vonaklok. Érted? Hol egy tükör? Ki az öltözőben? Abban már láttam magam, de... Itt is megnézem, szép vagyok-e. Gyönyörű. Tapsot kérek. Nagyon jó. Hát a napban lehet nézni. Így van. És az, hogy okos is vagyok, az hogy bizonyíthatjuk be a képernyőn? Hát ahhoz el kellene menned inkább Vágó István műsorába, mert itt csak szép lehetsz, okos nem. Köszönöm szépen, köszöntöm kedves nézőinket, és akkor már is vágjunk bele, értik ugye? Vágjunk bele, és bár abszolút nem vagyok kíváncsi rájuk, de lássuk mai játékosainkat. Íme Szabó János, és Kovács Ede. Milyen gyakori név a Szabó János. Érdekes dolog, és akkor lássuk mai sorkérdésünket, ami a következő. Állítsák magasságuk szerint sorrendbe a következő épületeket. Kezdjék a legnagyobbal. A. Himalája üzletház, B. Eiffel-torony shopping center, D. Kékes utcai általános iskola, D. Felkelő nap láza. És most... Köszönjük szépen. A helyes válasz pedig a következő D. Felkelő napláza, A. Himalája üzletház, C. Kékes utcai általános iskola, és végül pedig D. Maghasadás. És aki a leggyorsabban válaszolt, az nem más, mint Kovács Ede, milliárdos. Köszönjük. Kedves Ede, legyen ön is milliomos. Hát ez nekem nem olyan nagyon nagy buli. Én milliárdos vagyok, öreg. Hát akkor mit csináljunk? Hát akkor én most ezt kihagynám. Hát ilyen még nem volt a játék történetében, de ebben az esetben a második leggyorsabb játszhat, aki nem más, mint Szabó János. Sajnos nem segítettem, de gratulálok a küzdelemhez, akkor menjünk játszani. Kedves János, akkor vágjunk bele, jó? Rendben van. Vágjunk bele, már megint jó mi, egy vágótól, hogy vágjunk bele. No, hát kedves János, maga, ha jól tudom, Halmás bojtóról érkezett, de érdekes. Pontosan hol is van ez a Halmás bojtó? Hát igen, elég kicsike falu, de én amikor ezt kérdezik, mindig azt szoktam mondani, hogy a 12-es úton közvetlenül Edelnek után, illetve hát tulajdonképpen Edelnek és Mátrad udva között pont fél úton. Na, így már mindjárt más, és ha jól tudom, önnek érdekes hobbija is van, János.
Igen, számítógépes játékprogramokat írok. Na, ez igen, esetleg találkozhatunk már valamilyen játékával. Mi is? Hát lényegében igen, tudja, ennek a műsornak a programját is én írtam. Igen? Akkor most, hogy úgy mondjam, a saját teremtményével játszik majd. Akkor tehát az első kérdés... 15 millióért. Szóval... Hát itt valami nem stimmel. Elnézést, nem állhatnék itt meg? Legalább egy kérdést. És ha nem tudja, még mindig kiszállhat. Jó. No hát akkor, kedves János, legyen ön is milliómos. Tehát jöjjön az első kérdés. Mit fedezett fel Hanni Strassmann 1939-ben? A. A trolibusz, B. Az északkeleti sarkot, C. Semmit, vagy D. A makasodást. Ez nagyon érdekes. Kérhetnék segítséget? Segítség! 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 Inkább a számítógép segítségét kérném. Rendben. Akkor azt hiszem, hogy jelenik. Fantasztikus. Gondolom, most már nem áll meg. Nem. Akkor lássuk a következő kérdést. 25 millióért. Istenem, még kimondani is sok, nemhogy kifizetni. Szóval lássuk a következő kérdést. Az 1926-os nagybácskai cukorrépa döbbing idején ki volt Nógrádhont vármegye miniszteri főtanácsosának személyi titkára? És akkor a lehetséges válaszok. Kedves János, ön a jelen pillanatban 375 millió forint. Ugye, ma már nem játszik tovább. Nem, köszönöm, ennyi elég lesz. De, nekünk nincs ennyink, a felesem. A felesem igaz. Esetleg van még egy lehetősége, vágóra telefon. Felhívjam azt a számot? Az nagyon jó lenne. Halló, tessék! Jó estét kívánok, én Szabó János vagyok, a Legyen Ön is milliómos című műsorból. Jakubcsek Gabriellával beszélek? Üdvözlöm, személyesen. Adnám a vágó urat. Jó. Szia Gabi, gyorsan mondom, az az igazság, hogy kinek kölcsön elsőjék pénz. Szia Pista, de nem zavar, hogy ez egy másik adó? Na és, majd leírjátok a másik adóalapotokból. De te ne viccelj, és mennyi kéne? 400 millió forint. A hívott szám átmenetileg nem kapcsolható. Hát, kedves István, legyen ön is újra milliómos. Hát én tökön szúrom magam. Rákospalotai gyerek vagyok. Nem, Rákospalotán gyerekeskedtem. Eddig érthető? Igen. Na, akkor ugorjunk, 1998-ban az év szexszimbóluma voltam. Tudtad? Ezt nem? De, igen, tényleg az voltam. Néztem is magam a tükörbe, mondom magamban, ezeknek igazuk volt, hogy megválasztottak. Magam se tudtam volna jobbat jelölni, és aztán föltettem az egyik CD-met meghallgatni. Hát te fiú, annyira érzékinek tűnt a hangom, egész begerjedtem magamtól. Nem csodálom. Ha énekelek, akkor valahol mindig emlegetni. Miből gondolod? Abból, hogy egy strófába hatszor is tudok csuklani. És ez miből jött? Abból, hogy gyerekkoromban a kedvenc regényem volt a leveli szín, de azért persze ma is van, amitől folyamatosan csuklani tudok. És mi az? A politika.
Demokratikus szervuszt elvető, magvas magzásba torkoló, jó reggelt, szomszéd! Kívülálló csodálkozásra intő, tegezést úgy szint elvető, üdvözlégy helyett is jó reggelt! Szövegírón frappáns kezdete után populista beszélgetés kezdeményeznék, ha nincs ellenére. Időkorlátaink figyelembe vételével partnerként lépek e dialógus elé. Ez csak verbális békjó csupán, szózuhatagának semmit mondásom ezeim. Kritikája lepatta a lelkem önvédelmének pajzsáról. Gellert kapott gondolataim eltagadása Botor ideák tárházát feltételezi. Gondolataim pocskondiává silányítása nem bal higgadságra. Mini falu parlamentünk tavaszhordozó optimizmus suga. Szókincsem elégséges volt, tehát most nem firtatva, Jézus Mária. Jézus Mária. Tipikus csikidám nota volt, de hát a csikidámon kívül mit szeretsz még az életben? A focit, jaj, a foci a mindenem. Igen. Milyen drukker vagy? Azt hiszem a vasas. Igen. Kik játszanak most a vasasban? Jaj, annyira nem vagyok vasas drukker, hogy tudjam. Akkor mondom neked a keretet. Füzigály, Gyánó, Győri, Horváth, Jancsics, Kis, Ködöböc, Kovrig, Molnár, Molnár 2, Nagy, Klókai, Posza, Rósa, Túl, Honnan tudod, te is vasas drukker vagy? Nem, én csak szeretem a focit, de félretéve a viccet, ha teljesülhetne egy kívánságod, mi lenne az? Szeretnék Rómeó és Júlia korában élni. Miért pont abban? Mert úgy tetszenek azok a göncök, amikben jártok, és különben is akkor még nem találták fel a csikidamot. Szervusztok, gyereke, újra itt a Tibi bácsi, ki természetesen még mindig én vagyok, a nagy tarsot Tibi bácsinak. Köszönöm szépen, hát már is itt áll mellettem Júlia, nem a kudlik, akinek az volt a fantasztikus kívánsága, szeretne titokban összeházasodni Rómeóval, hát nem sokára itt lesz Lőrinc barát bácsi, aki teljesít ezt a fantasztikus kívánságot. Örülsz, Júlia? Természetesen örülsz, hiszen nem sokára teljesül a kívánság, már is itt áll előtted Rómeó. Helyedre. És természetesen föltetted a kérdés, amit nagyon szerettél volna már megkérdezni Rómeótól, hogy Júlia, parancsolj, tedd fel a kérdésed Rómeóhoz. Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Hát nagy tapsot a fantasztikus kérdésnek, tapsoljuk meg, köszönöm szépen. A kedves Rómeó, bizonyára hallottad Júlia kérdését, miért vagy te Rómeó? Nem tudom. Rómeó nem tudja. Júlia, gondolom, meg vagy elégedve ezzel a fantasztikus válasszal, és mondd el nekünk, hogy mit szeretnék kívánni Rómeótól. Tagadd meg atyád, és dobd el neved. Hát ez rögtön két kívánság volt egyszer, hát itt van mellette Montagu bácsi, Rómeó édesapja, hát izgatottan várjuk, hogy vajon Rómeó megtagadja édesapját. Jó. Hát ez fantasztikus, Rómeó megtagadta nagy tapsot Rómeónak. Júlia második kívánsága az volt, dobd el a neved. Hát most, hogy Júlia kívánsága teljesült, hátra mehetek Lőrinc barát bácsival, aki titokban összead benneteket. Hát egy ilyen fantasztikus esküvő után, hogyan tovább? Hát Júlia, tetszalott lesz nekem ez, bejön, kiiszom a mérget, kipurcanok, aztán fel kell Júlia, látja, hogy kinyúltam, lesmáról, hát ha maradt még egy kis méreg a számon, aztán mikor észreveszi, hogy mégsem, előveszi a kislőt és magába döfi kajakra. Hát ez fantasztikus! Gyerekek, tapsoljuk meg Rómeó Júlia! Kezdj csak, hogy szervusz, Korcsikám, össze vagyok zavarodva.
Nyugodj el meg, Lacikám, nem kell zavarba jönni. Én Terriblek voltam, Terriblek vagyok, és Terriblek leszek, csak hogy a baginacsát megüsse a gutta. Igazad van, én sem tudom, mit képzelnek magukról néha. Ráadásul már vagy egy éve nem szerepeltem a műsorukban. Ez neked műsor? Hát kérem szépen, izomláz van a szemhéjamban, olyan erővel kell tartanom, nehogy lecsukodjon. Hát ezeket egyszerűen be kellene tiltani. Én, mint a tévé ügyvédje, csak támogatni tudlak. Hát pont az ilyen kis fitfirittyek teszik tönkre a tévézést. Tudod, hogy elláttam a magyar média jövőjét innen ebből a fotelból? Hogyan térik én? Annettkával és velem megoldottnak. Kötelező jelleggel, mint ahogy megszokhatták, most különböző cégek reklámoznak. Ennek a hajszálaim, ilyenkor megroppanok és hazamegyek meditálni. Min meditálsz? Hát az egész létezésen, hogy miért épp én vagyok a Szikora Robi, és miért nem te? És miért nem? Mert fönn így rendeltetettél. Nekem nem lehetett izének lenni. Hogy is hívnak? Nacsa Oliver. Na például. Hát, hogy néznék én ki nacsaként, mint te? Kell az nekem? Hogy énekelhettem volna azt, hogy szeretlek is, meg nem is. Na tudod, így van ez. Igen, köszönöm. Amikor nem erül az aksim, akkor Szikora Robival töltöm fel magam, ahhoz idő kell, évek. Nacsának feltölteném magam fél óra alatt. Te ezt megérted, nem? Meg, természetesen. Olyankor megszűnik a külvilág, olyankor én Szikora Robival vagyok tele. És most? Most itt vagy te és a Nacsa, és borzasztóan belezavarsz a magammal való törődésbe. De hát egyfajtában rólad beszélünk. Még ez a szerencséd. Inkább megint a politikusaiddal akarnál foglalkozni? Tudod, Robikám, van is mit velük. Munka, otthon, biztonság. Munka, otthon, biztonság. Plágiumnak ható üdvözlése, fantáziamentes ébredés suga. Ébredésben nem nyitok vitát, hisz ki korán kell, aranyat lel. Majd SMS-ben reagálok Csacska felvetésére, és nemesfém kajtató miben létére. Frappán szóláncának értelmezését későbbre halasztva, tiszteletet sugárzó sárnya előtt meghajolva nézek e nap elé. Kissé cinikus udvallásának ömlenye nem hagyja meg realisztikus valóm sportos testhalmazát. Értelmes párbeszéddé emelve kettőnk dialógusát, hogy van szomszéd? Szokatlanul pólias megfogalmazása, hasonlóan szokatlan reakcióra készített, miszerint köszönöm, jó vagyok. Jézus Mária. Jézus Mária. Van nézete rólam és akusztikai élménye. Csikidán mondom, és tele lesz a környező világ bizselgéssel. Érzed mi? De te úgy mondják, hogy konzervatív ember vagy. Én nagyon az vagyok. Én nem pártolok semmit, ami nem konzervatív. Én mindig is konzervatív voltam. Mégis miben áll az nálad, mert a dalaid nem konzervatívak, a ruháid sem azok, ahogy beszélsz valamiről, abból sem derül ki, hogy esetleg az lennél. Pedig én egyszer megkerestem egy lexikonba, hogy mit jelent az a szó, hogy konzervatív. Elolvastam, és teljesen rám illett. És így jó neked? Így a legjobb, te ezt nem értheted, mert te még soha egy percig se voltál Szikora Robi. És mindenkit sajnálok, aki nem élhette át. Olyan szerencsétlen az emberek többsége, hogy nem lehetnek én. Nagyon együtt érzek mindenkivel. Legszívesebben egy szigeten élnék saját magammal. Ha már így a szigetet hoztad szóba, most látogassunk el egy valódi szigetre, egy túlélő szigetre, ahol nagy a kísértés. Az előző rész tartalmából.
A banán hékét mindenre elszánt aktivistája korszakos ötletet eszelt ki. Az összes magyar médiasztárt egy lakatlan szigetre csábították, hogy megkíméljék a nézőket attól a fáradtságos kapcsolgatástól, mellyel kedvenceiket követik egyik csatornától a másikig. Hogy eddig mi történt, azt sajnálják azok, akik elítélhető módon az előző adást nem látták. Egy dolog viszont biztos. Bagi és Nacsa felfokozott izgalommal és mély szakmai kíváncsisággal folytatták a sztárok megfigyelését, hiszen egy-két jól ellesett mozdulat hozhat nekik is a konyhára ezt-azt. A sziget vendégei mit sem sejtve erről, gondtalanul folytatták a potyanyaralást. Tehát Teddy, hol a jó büdös p***sába vagy jó? Hát remélem, hogy nem világra hoztak minket, mert ha igen, akkor ne felejtsük el, ami drága emlékezetű Boncz Géza barátom mondott, miszerint, hogyha az oroszok biztort emlegetnek, akkor nem azért kell sietned, mert közel a resti, hanem hogy ne kapj egy sorozatot távál és Kalasnyikovtól. Fogalmam sincs, hol lehetünk, de már most el a hócipő. Nekem a lovin kéne lennem. Akartam tenni a heti hetest befutóra, de hát éreztem, amikor a repülőn nem lehetett Wagnert hallgatni, hogy itt nagy baj lesz. Hát kérlek szépen, gyanítom, hogy megfogad szegény szomszédom özvegy kropacsekné átka, amiért állandóan a benzinkutasokat szapulom, pedig szegény ura milyen becsületes ember volt, igaz? Hát persze, azt tudnivaló, hogy marmokkannából van az uszkve 3 méter magas kerítés. Miért, mit mondod? Hát, hogy a Balázs vigyen engem a kísértésbe. Hát még mindig sokkal jobb, mint hogy hastól Survivor-jébe csöppentünk volna. Hát csak tudnám, hogy mi a brét fogunk itt most csinálni, erős izgalmi állapotban, amíg ki nem szavaznak, ugyebár. Hát ezt én sem tudom, de majd a Mimi megmondja. Tényleg, hol a Mimi? Mimi? De? Bocsásson meg, uram, hogy zavarom. De nem magad Babinak sem. Kizár dolognak tartom, én verebes is fel vagyok. Tényleg, ne haragudjon, most ismerem meg. Egyébként ön a feleségem kedvenc riporter. Ez szíved is, Haddad úr, én nem vagyok riporter. Akkor ön a kedvenc rendezője. Igazából az se vagyok. Talán mondhatom, hogy a kedvenc színésze? Elsősorban nem annak tartom magam. Akkor kedvenc írója, dalszövegírója lehet? Tulajdonképpen egyik sem vagyok. A kedvenc konferenciára már csak nem mond nemet. De, annak sem őszem magam. Ne ragudjon, uram, de az imént elfelejtettem valamit. Nem maga a Bagi Nacsa? Hát ezek után már azon sem lepődnék meg. Maga is itt van, Gyünde? Én a mondó vagyok, hogy fél percre már nem ettem fél disznót, kászkorogni a hasom. Szia, Laci. Te mondjuk, rá tudnál kívánni a belső kisugárzásomra? A fene sem akar sugárzást zabálni. Van 2 kérdésem, összeszámoltam, pont annyi. Gyorsan, gyorsan, zabás vagyok! Szerinted olyan erotikus a mosolyom, mint a Lola Brigidáé? Én nem értek hozzá, de a zsűritag lennék, biztos nem kapna pontot. Jó, de jó, és majd te is rám mosolyogsz valamikor? Így a morra soha. És ha így pislogok a szemöldököm alól, akkor az neked izgalmas? Ha így, akkor nem, ha esetleg másképp, akkor talán igen. Mondd, Laci, mi állhat közénk? Ja, egy grill csirke. Köszönöm, Laci. Örülök, hogy csak egy grécsirke állhat közénk, mert én és a kis Donatellácskám a... Nagy, és soha el nem múló tisztelettel kérdeznék tőled valamit, amit csak itt ebben az intim millióben nehogy megtenni. Te, aki az újkori politikai kabaré koronázatlan királya vagy. Te, aki a humor turbánozatlan szultánya is egyben. Te, aki évtizedek óta szolgálod a közönséget. Hogyan viseled a szűnni nem akaró tapsot, melyet csak Puskás öcsi szokhatott meg a zöld gyepen? Ráéreztél, Karcsi, ez valóban egy csapatjáték, egy szolgálat. Az. De. Hogy is mondjam, a reflektorok sokszor magányossá is tehetnek. Hiszen ott állsz a 11-es pontra lehelyezett poénnal, és azt a hálóba kell juttatnod. Tudod, hogy a közönség ott áll a gólvonalon, és a nevetéstől elvetődik valamerre, és te nekifutsz, és a csattanót a hálóba juttatod. Jól látod, Karcsi, de nekünk a mikroszkópon van egy törzs közönségünk. Igen, hát erről beszélek, erről bármit tör. A mikroszkóp B közepe buzdítja a csapatodat. Selmeci a bal szélen, középen a defektó, a jobb oldalon Beregi előretolt csatárként Böröcki. Micsoda nevetés akkor az erős kispad olyan fiatalokkal,
mint a Varga Feri Józsi, és te, mint a Mikroszkóp Szövetségi kapitánya, hihetetlen! Zavarba hozol, Karcsikám, hiszen te is az újságírás csúcsai felé törsz. Ugye, és amikor a próbák folynak, neked játékvezetőnek is kell lenned, hogyha kell, felmutass egy sárga vagy egy piros lapot, hiszen a te kapitányságod nem csak kapitányság, de játékvezetői hármas is egyben. Mifelé török? Mit is mondtál? Elnézést, azt hiszem eltévedtem. Egy parodistát keresek. Bagi Nacsa. Mondd ez önöknek valamit? Értem. Köszönöm. Maguk engem néznek a tévében? Hát persze, hiszen készült belőlem egy sorozat. Egyébként ez a feleségem kedvenc sorozata. Nos, nem is zavarok tovább. Majdnem elfelejtettem. Ha valami gyanúsat észlelnek, azonnal jelezzék nekem. Na, jó tévézést! Az a fantasztikus ebben a szigetben, hogy szinte érintetlen az élő világa. Ez hihetetlen. Ezt például megmernék esküdni, hogy a múlt század óta kihaltnak itt Dodó madár tojása, vagy a Mauritiusi kakapó papagájé. De jól jönne most egy felezés. Mutasd! Nézd meg! Hát ezt megjelöltem, b***d meg! Tudod, mit tettél? Ez lehet, hogy utolsó példánya volt egy fantasztikus... Azt hiszel, mindig a tudásoddal kell kérkedned? Ez csak kócselepés. Valójában magadnak sem mered bevallani, hogy függő vagy. És bevállalod, hogy elmondod, hogy minek vagyok a rabja? Igen vagy nem? Álljon a rendelésemre. Ki tudnám vizsgálni? De így csak tippelni tudok. Vagy az okoskolás rabja vagy, vagy játékfüggő? Nem is tudom. Talán megjelölném a B-t. Látod? Megmondtam. Olyan régóta rejtegetett szakállad mögé a valódi személyiségedet. Hogy rajtad már csak a telefonos segítség segíthet! És kit hívjak föl? A Gyurcsokot. Bevállalod? Mondom, bevállalod? Igen vagy nem? Jó pár sztár napokra összezárva, pokoli a sztárság a szigeten. Az egyfőre jutó népszerűség az egeket verdesi. A rajongók helyett azonban az óceán hullámai nyaldossák hírességeinket. Mindenkitől távol? Teljesen lakatlanul? Minden nélkül? Ez a sziget? A legkeményebb kihívás, amivel sztárember valaha is szembe mert nézni. A játékosok feladatai rendkívül nehezek és veszélyesek. És csak egy győzhet. Egy, aki mindent visz. Egy, akinek nem kapcsoltuk ki az SMS fogadó szerverét. Halló, én nem tudom neked mit adtak be, de ez itt az én szigetem. Ha nem hiszed el, húzzuk el a falat és meglátod. Na jól van, kidumálós gyerek. Én már akkor valóságsort vezettem, amikor te még 20 éves tinédzserekkel próbáltad elhitetni, hogy értesz a popzenéhez. Figyelj, itt valaki vagy valakik elég szépen összekavarták a dolgokat, szezont a fazonnal, színészt a műsorvezetővel. Te, lehet, hogy már nem is rólunk médiasztárról szól a műsor? Már tudom, hogy erre csak két ember lehet képes, ha ez a Bagi és a Nacsa kezembe kerül. Hát az biztos, hogy nem érik túl ezt a kísértést. Köszönöm, Robi, hogy itt voltál velünk ma este. Rendes tőled, hogy eljöttél. Én hozzátok szívesen jöttem, és jövök máskor is, mert megszerettelek téged. Hagytál kibontakozni, adok is neked majd a műsor után egy CD-t, meg egy posztert, hogy hadd legyek a bálványod. Szoktál csajozni? Természetesen. Na, tessék itt egy papír zsebkendő. Erre rálehelek egy csókot. Vidd el a csajodnak, hogy örök életre hálás legyen neked. Szevasztok, és csikidá mindenek szerint. Terikim, Donika már alszik? Miért kérdezed, Laci, Laci? Nehogy bejöjjön ide, és meglássa ezt a szörnyűséget. Még árthat neki a fejlődésben. Igazadban megyek is, és ágyba dugom. Nem tudsz valami altatót? Dehogy nem, ez elment vadászni, ez meglőte, ez ellopta, ez megfigyelte, és ez az icike-picike meg feljelentette. Na, attól mindjárt én is bealszom. Nézzük inkább, kit hívnak a vendégnek. Ma esti vendégünk, sok mindent nem kell mondanom. A Kossuth Díjas, Presser Gábor.
Ha most lennél 17 éves, jelentkeznél a Megasztárba? Nem. Nem. Picit bőven kifejtenél. Picit bőven. Nem jelentkeznénk, félnék a Somártól. Mennyire áll hozzád közel a műsor? Én nagyon szeretem. Én nagyon, nagyon élvezem. Én megmondom őszintén, hogy nem is gondoltam, hogy ez ilyen jó lesz. Tehát én tudtam, hogy ez engem érdekel, tudtam, hogy lesznek ennek nagyon jó hozadékai, meg nagyon izgalmas is lehet, de azt nem gondoltam, hogy ennyire megszeretem, és hogy ilyen jó lesz. Az utóbbi időben egyedül zenélsz. Nem hiányzik a zenekar? De, néha igen. De amit csinálok, az most kifejezetten egy egyszemélyes dolog. Parancsolj? Nem akartam kimondani az LG-t. Igen, én sem akartam kimondani az LG-t. Nagyon. Persze. Ha egy fiatal, tehetséges zenekar felkérne, hogy zongoráz velük, állandóan tagként. Nem készülünk kívánnal ilyesmire, de ez csak úgy kíváncsiság. Tehát beállnál-e adott esetben? Hát mondjuk, hogyha a kérdés konkrét, és ti lennétek a fiatal zenekar. Akkor nem. Hát igen. Akkor nem, de... Köszönjük. Hát mert mindenki akkor mindig én rajtam nevetne. És ti nevettetnétek őket. Amúgy pedig én azt hiszem, hogy hát egy kicsit olyan vicces lennék én egy fiatal zenekarban. Neked írom a dalt, neked énekelek. De kinek? Hát ami ott következik alattad. Ha azokat a sorokat is ismered, akkor ott van leírva. Természetesen. El kell mondanom? Nem ugrik fel. A harmadik verszakban konkrétan egy lány. Most, aki akkor lány volt, 1976-ról van szó, innen folytasd te, ha tudod. Tegyünk ide 3 pontot. Azt mondd meg, hogy milyen ember vagy te valójában a magánéletben? Tehát mennyire vagy megközelíthető, avagy megközelíthetetlen? Mert mi nem találkoztunk, hát talán 2-szer találkoztunk eddig az évek során, és bevallom, amellett, hogy a legnagyobb szeretettel és tisztelettel vártalak, én rögtön azt mondtam, hogy borzasztóan sajnálom, mert nem tudok igazán semmit rólad, hogy valóban nem ismerjük egymást. Hát miről meséljek? Hát nagyjából az emberekkel való kapcsolatod, tehát mennyire vagy társasági ember. Gondolom olyan vagyok, mint a többi ember, hogy vannak barátaim, akikkel nagyon-nagyon nyitott és társasági ember vagyok, és van, amikor igyekszem félrehúzódni, vagy eltűnni, vagy elvegyülni. Nem tudok olyan igazán de különleges. Nem vagy az a partira járós sem. Azt szóval... nem annyira szerettem, igen. Igen, azt... mert én sem, tehát azért mondom, hogy ott nem... Így aztán nem találkozunk soha. Valóban. De... Én feltételezem, hogy láttál már ilyen műsort, én ebben igen. Azért reménykedem. Annak ellenére, hogy nem ismerjük egymást, köszönöm szépen. Némi átalakításra kell most vonuljak, nem a nagy átalakításra, de addig kollégám Bagi Iván érkezik. Szuper. Egy kérdés erejéig, és hogy utána mi következik, azt meg fogod tudni. Köszönöm szépen. Te rengeteg zenés darabot és musicalt is írtál. Nem gondoltál soha arra, hogy valamelyikben szerepelj, hogy színésszé válj? Nem. Játszani játszottam benne a képzelt riportban, az egész LGT játszott az első egy-két száz előadáson. Van ennek a műsornak egy speciális része, nem tudom, hogy hallottál-e róla. Átkísérnélek, jó? Meg fogjuk tudni azonnal. Hölgyeim és uraim, következik Presser Gábor! Thank you.
az előbb azt mondta a bacsának, hogy folytassa a Neked Íröm a Dalt című számot. Neked meg úgy tudom, hogy a rozsdás szög van a szívedben. Most én kérlek, hogy folytass. De a kalapács ott van a kezedben. Egyébként olyan fáradtnak tűz. Hát nem a régi Molnár. Tehát szoktam nézni a csonttörőt, és valaki mondja meg, hogy milyen a box. Hát én tudom, tehát teljes, tényleg nekem ez a ruha, ez nagyon átjön. Tehát jó a színválasztás, jó ízlése van. Tehát tényleg úgy néz ki, hogy erre te rákészültél, és én azt gondolom, tehát jó a nézőknek az, hogy felkészülten érkeztél a versenyre. De megmutatom, hogy valójában hogy is néz ki ez a produkció. Fáradtnak tűz, öntenem a régi mód. Hol van a tűz, hova lett a mindig sóvár? Régi láb, a bizonyos égi láb, amivel beléptél, s megszerettel el. Azt mondtad, hogy ez az ér, s nem hallunk meg, az ember soha el nem tűr. Égő lát, a bizonyos égő lát, mit tőled kaptam, majd megváltam, majd előttem én. Bocsánat, csak közben már aludtam. Tényleg tetszett a produkció, tehát te kérnélek, hogy zsűrizd le. Vélemény, tehát voltak intonációs hibák, belépési bizonytalanságok, de mégis olyan eredetinek tűnt. Preszter Gábor! Köszönjük szépen, Preszter Gábor! Hölgyeim és uraim, köszönjük, hogy ma este minket választottak!